Üdvözlök mindenkit! Ha Rikári lennék, akkor azt mondanám, hogy üdvözöllek titeket egy kurta vlogban, mert valószínűleg ez nem lesz túl hosszú. Viszont volt nekem egy bécsi videóm tavaly, amiben többen is megjegyeztétek, amikor itt Hütteldorf irányába utaztunk, hogy rengeteg szakállas sorompót láttok. Sőt, sokan azt hitték, hogy ezek tekerős sorompók, de ki kell, hogy ábrándítsalak, nagyon klassz lenne, meg én is imádnám, de nem. Tehát ezek nem tekerős sorompók. Ezek ugyanúgy a bízberbe bekötött sorompók, amik behatási pont alapján nyílnak, illetve záródnak. Viszont az érdekessége valóban az, és a egyfajta ilyen nosztalgia faktort az adja is, hogy ezek itt mind, és a vonalon egyébként rengeteg ilyen van, itt azért ezt nézzük meg, mert itt a megállóhoz ez van a legközelebb. Szóval az az érdekesség, hogy szakállas sorompókról beszélünk. Ugye tulajdonképpen a szakálnak semmilyen más funkciója nincsen, viszont egy nagyon-nagyon fontos és nagyon jó funkciója van, hogy megvédi attól a vasúti pályát, illetve az embert is, hogy saját magában kárt tegyen azzal, hogy meggondolatlanul csak azért, mert siet, átbújjon mondjuk a sorompó alatt, és nyilvánvalóan a sorompónak a csapórúd alatti szakál része, ugye, amit így nevezünk, az pedig pont ettől óvja meg mind az embert, mind a mozdonyvezetőt, hogy egy traumán át kelljen esnie, tehát nem tud átbújni alatta, semmi más funkciója nincsen, de nagyon-nagyon hangulatos egyébként, és nagyon ritkán látok én itt Ausztriában ilyen szakállas sorompókat, megmondom az őszintét, pedig azért jártunk már egy pár helyen, meg mellékvonalon is, viszont ezen a vonalon rengeteg ilyen szakállas sorompó van, szóval hogyha szeretnétek ilyeneket filmezni, meg látni, akkor annyit kell tennetek, hogy a Hauptbahnhofon felszálltok egy S80-as vonatra, ami Hütteldorf irányába megy, mert erre itt szinte minden útátjárónál ilyen szakállas sorompókat láthattok. Úgyhogy igazából ennyi akart lenni ez a kis videó, szerintem tök érdekes kis apróság innen Ausztriából, viszont nem igazán tudtam semmilyen más témába belekötni, úgyhogy gondoltam, hogy akkor egy külön videót kap. Remélem, hogy azért tetszett nektek, legyetek jók, sziasztok!